És itt van már nálunk Pásztor Anna, ugye, aki egy nagyon kreatív ítész, itt Cényesbe érkezett a Star Academy, eljött hozzánk két énekes is, úgyhogy szerintem át is sétáltunk. Átsétálunk? Na, hát ezt gyorsan lerágtuk akkor. Így van, mert itt van nálunk Kertész Iván, és ugye Illés Adrián is, jó reggelt, és sziasztok! És Pásztor Anna, jó reggelt kívánunk, sziasztok! Mindenki nagyon üde, fiatalos, jókedvű. Friss! Igyekszünk. Mennyire nehéz most itt a vége a Star Academy-nek, mondjuk nektek, mint? Hát nézd ránk! Nehéz? Nézd ránk, darabokban vagyunk, egy másfél órája raknak össze. Nehéz, persze, hogy nehéz. Ugye aktívak vagyunk más terén az életnek is, és így nagyon-nagyon nehéz mindenhol 100%-ot adni, és a gyerekek annyira, hát gyerekeknek hívom őket, de ők... Nem sértő ez számotokra? Dehogy is. Hát ez 19 éves igazából... Hát 19 éves, mert olyan felnőttnek éreztem magam. Ifjú férfi, így fogalmaznék egyébként. Helyes, ifjú férfi, nagyon szemre való ifjú férfia. De. Így a véghajrában mennyire van azért az izgulás, tehát hogy amit közeledtek a végéhez, azért egyre fokozódik a hangra. Hát szerintem ez egyre fog nőni. Hát most ugye ez az elődöntő, igen. Most hétvégén lesz az elődöntő, aztán meg a döntő. Hát ott azért szerintem lesznek összeszorult gyomrok rendesen. Anna, amikor valaki énekesként elkezdi, és mondjuk bekerül egy ilyen tévés produkcióba, akkor ugye az eleje az biztos nagyon-nagyon feszült, de amikor valaki úgymond belejön már, akkor miért van az, hogy a végére mégis azt mondjuk, hogy sokkal jobban kezd el izgulni maga a tét miatt? Na, 25 millió forint, én is izgulnék, tehát én izgulok. Tényleg. Krisztián nem izgul az ilyen dolgokra, hisz az neki, ugye semmi sem. Főleg, hogy ezt most én nem tudom megszerezni, de majd gyorsan valakivel lebartam. Hát énekelhetsz is. Hát a tiéd lesz. Tehát igazából erről szól, hogy nem, maga az összeg az, ami mondjuk ennyire... Nem, bármilyen felhozza. Versenynek a vége az a legizgibb dolog. Tehát amikor annyira közel vagy a tűzhöz, hogy szinte már éget, akkor tudod, hogy egy kicsit még megerőlteted magad, és te lehetsz a nyertes a dobogót a tetején. Most nem függetlenül csak a pénztől, de tényleg megnyerni ezt az egészet. Meg a presztízs, az egy hatalmas nagy dolog igazából, hogy azt mondhatja egy ember, egy fiatal ember, egy hölgy magáról, hogy igen, én vagyok az, aki Magyarországon ezt a tehetségkutatót megnyertem. De érzed, hogy mondjuk fejlődsz? Hát én mindenképpen, mint ahogy most is hallhattuk. Ez egy jó, nagyon erős hangolt. Én úgy gondolom, hogy igen, én ahogy indítottam ezt a versenyt, vagy ezt a versengést, én igazából bulinak fogtam fel az egészet. Aztán jött egy ilyen kapcsolás az agyamba, hogy haló, te fiú, mit csinálsz igazából? Tehát, hogy nem egy énekversenybe jöttél? És akkor utána rájöttem, hogy el kéne kezdeni énekelni. De azért jó, hogy ilyen lazán is fel tudjátok fogni. Tehát nyilván van ennek egy elég komoly tétje, de azért kell, hogy az ember egy kicsit így ellazuljon. Nem? Tehát Iván, nem tudom, hogy te ezt mennyire érzed, én nem látom rajtad, hogy izgulnál, ha a színpadon vagy. Itt viszont most nagyon. Hát színpadra lépés előtt nem tudom, én nem szoktam úgy. Tehát igazából azt gondoltam, mielőtt eljöttem erre a versenyre, hogy sokkal jobban fogok, mert azért elég komoly tétje dolog van. Kiállni egy ilyen színpadra, de nem, tehát szerencsére nem. De mit érzel akkor konkrétan színpadra lépés előtt? Tehát mi az, ami mondjuk a fejedben van, vagy mi az, ami kavarod? Próbálgatod a, nem tudom, a szöveget újra, vagy... Nem, színpadra lépés előtt már nem szoktam, ott igazából... Átlényegülsz. Igen, és mikor kiállok a színpadon, én akkor halálosan élvezem. Tehát én akkor nem is akarok izgulni, és szerencsére nem is izgulok. Azt vettem észre a fiatal embereken és a fiatal hölgyeken, hogy elképesztő profizmusra tettek szert. Tehát, hogy háromszor meg kell nekik mutatni egy koreográfiát, és utána énekkel együtt megy. Tehát múltkor, amikor azt a szökőkutas cuccot csináltátok, jönnek előre, jobbra dől, balra dől, csoportosul, énekel, szólamokat nyom, és mindezt olyan halálos nyugalommal, tényleg egy profi ilyen társulat lett belőlük. Lehet, hogy egybe kéne tartani titeket, és csinálni egy színházat, rátok építeni egy színházat. Akár. Én biztos ott lennék és nyomnám. Olyan, mint ez a High School Musical. Mi az, ami egyébként szerinted segít nekik, hogy mondjuk gyorsabban tanuljanak, gyorsabban reagáljanak? Ahogy te fogalmaztál, hogy hihetetlen profizmusra, hihetetlenül mutatják azt, mintha már profik lennének rövid idő elteltével. Teher alatt nő a pálma, tehát az a helyzet, hogy amikor az ember kiiktatja az életéből azt, hogy izgul egy hétig azért az egy eseményért, ami el fog következni, mert egyszerűen nincs idejük. Tehát egyik dologból a másikba esnek bele, és nincs idő rettegni, egyszerűen az, hogy meg kell csinálni, itt a feladat csináljuk, és nagyon-nagyon sokat jelent az egy embernek, hogyha egyfolytában terhelve van. Tehát hihetetlen mennyiségű terhet bír el egy ember, bármilyen szinten, és ők nap... Még egyszer.
napról napra televízióképernyőken vannak, nyilatkozniuk kell, új dalokat kell megtanulni, koreográfiát, cuccokat fölvenni, azt viselni, és hirtelen egy ilyen 3 hónap alatt elképesztő, hogy mekkora, tehát egy fél karriernyit fejlődnek. Felnőnek igazából, nem belenőnek ebbe az egészbe. Utána nehéz lesz egy picit az, hogy amikor végen a versenynek, akkor be kell húzni a kéziféket, mert hirtelen egy ilyen légüres tér van, és utána el kell kezdeni ez alapján, a minta alapján felépíteni az ő saját életüket, úgyhogy ők irányítanak. Én nagyon szeretem egyébként, ahogy te értékezd, tehát annyira választékos, és annyira jó, és annyira jól bele. Kassza Tibi is szeretik. Tehát az Ivánnak is az a vörös szkarabeusz bogár, azt mondtad, azt hiszem? Tehát, igen, hogy valami gyönyörű vörös szkarabeusz bogár, igen, egy szent kis szkarabeusz bogár. Jelentsen a szó bármit, nem Iván, sokkolódsz ilyenkor, amikor van egy ilyen kicsit azért szélsőségesebb dolog, de nyilván ez azért egy jó értelmű kritika volt. Melyik a bogár, vagy a szkarabeusz? Mind a kettő. Én egyébként azt tettem észre például pont az Annán, hogy ő mindig a jót emeli ki, és a rosszat, vagy hát a negatív kritikát, az csak úgy nagyon gyorsan ledarálja. De hogy mindig a pozitív dolgokra megy rá, és nagyon szeretem ezt. Kivők én, hogy sértegessem őt, tényleg? Hogy jönnék ahhoz? Viszont a zsűriből mindenki azt gondolom, hogy így csinálja. Hát van, aki kihangsúlyozza azt is, hogy mind kell javítani, de ezzel sincsen semmi probléma. Én szeretem, amikor kapok visszajelzéseket, legyen az pozitív, negatív. Anna, más vagy egyébként velük hétköznap? Tehát ugye maga a produkció után másképp értékelsz, mint amit mondjuk egész héten súlykolsz beléjük? Kicsit keményebb vagyok szerintem az értékelésnél. Hétközben még jobban próbálom a lelküket összerakni. Az a helyzet, hogy olyan kis nüansznyi hülyeségeken tudunk mi megakadni, nyilván értékelésben. Tehát gyémántokkal dolgozunk, tényleg ők nagyon-nagyon tehetséges gyerekek, kis felnőttek. Hihetetlen, jó szívű, jó emberek. Tehát itt cizelláljuk a tökéletest, és próbálunk értékelni úgy az alapján, hogy kinek van egy picike kis kosztalán a produkciójában. Tehát ezekben hogy lehet hozzányúlni? Hol lesz szerinted könnyebb a versenyhelyzet? Itt, a Star Academy-n belül, vagy kint majd az életben? Húha, jó, nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen ez egy miniatúr élet. Én azt mondom nekik, hogy az összes olyan unfair dolog, ami miért puffognak talán, az életben ugyanúgy ott lesz, csak akkor nem lesz ott egy csomó ember, aki törölgesse majd az órukat. Tehát, hogy föl kell készülni, hogy ez hatványozottan, csak mondjuk egy 20-30 évre kiterítve, ez ott vár az életben. Igen, tulajdonképpen maketben lemegy egy komplett karrier itt 4 hónap alatt, vagy 3 hónap alatt, és erre kell nagyjából fölkészülni védett körülmények között. Hozzád közel álló személy kiesése meg tud viselni? Tehát szoktál otthon mondjuk rágódni, hogyha valaki olyan esik ki a versenyből, hogy bárcsak, vagy hogy lehetett volna még neki segíteni? Akár. Én ilyen nagyon anyatípus vagyok, tehát amikor kisgyerek voltam, akkor egy ilyen nagy Noé bárkáját szerettem volna építeni, és minden kis állatkát, meg minden emberkét, meg növénykét oda fölvinni, és akkor mondtam is anyámnak, utaznak a babák, amikor pici voltam, és akkor mindenkit odahoztam, úgyhogy én megismertem őket tényleg közelről, mindenkinek a sorsát, a zenei érzékenységét, és tényleg kincsek vannak itt, és bármikor, amikor kiesik valaki, akkor látom, hogy ott kullog a folyósón, és a szívem szakad meg tényleg. És volt olyan, például Balázs bejött hozzám beszélgetni utána, próbáltam picikét összepakolni. Nyilván a verseny hevében az ember annyira beleéli magát ebbe a szerepbe, a hősbe, a nyertesbe, hogy utána nagyon-nagyon nehéz ezt elengedni. De ez egy játék, és ezt valahogy föl kell fogni, hogy ez egy előre megbeszélt, ügyes televíziós 21. századi játék, aminek nyertesei vannak akkor, hogyha tudják irányítani saját maguk forgatókönyvét. Ezt mondtam nekik, hogy csináljátok úgy ezt a 3 hónapot végig, hogy utána vissza akarjátok nézni a saját filmeteket. Rendezétek meg, éljetek bent úgy, ráadásul ez egy valóság show is, és azt látom, hogy nagyon hatalmas golyókat növesztettek a versenyzők. Iván, neked... Kisfiúkban nagyfiúk, ahogy mondtad mondjuk, az elején. Neked milyen lenne saját magadat visszanézni? Hát szerintem senki nincsen magával 100%-ig megelégedve, amikor visszanézi magát, vagy én legalábbis ezt tapasztaltam. Amikor... Itt ő mellettem, miről beszélek? A versenyzők közül legalábbis. Ettől függetlenül szerintem nagyon sokat tudok abból tanulni, hogy visszanézem magam, és látom, hogy mi az, amin még lehet javítani. Mondj egy példát, amit mondjuk te visszanéztél, láttad a hibát, és tudtál rajta javítani. Például, amikor a Gyere őrültet énekeltem, ott
mondjuk amikor a színpadon álltam, akkor, tehát miután elénekeltem a dalt, akkor is észrevettem, hogy ez nem, azért lehetett volna jobb is, de ez visszanézve azért egyértelműen látszódott, hogy ebbe többet is bele lehetett volna adni. Hogy készültök a szombatra? Hát a szombatra én úgy készülök, hogy nagyon sokat alszok, nagyon sokszor hallgatom a kis dalomat, nagyon sokat énekelek, és tegnap voltunk egyébként bulizni, úgymond, szóval a bulis dalomhoz már egy kis ízelítőt, egy kis ihletet merítettünk. Jó, hát az kell néha egy kis muníció. Nagyon szépen fogalmaztál. Így van. Hát akkor Célegyenesben a Sztár Akadémia, sok sikert hétvégére. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.